Két Covid-dal terhelt év után úgy vágtak neki az esztendőnek Újfehértón, hogy bepótolják azokat a beruházásokat, amelyeket kénytelenek voltak csúsztatni. Az Ukrajnában dúló háború következményeként a városba is érkeztek menekültek, akiknek az önkormányzat igyekezett segítséget nyújtani. A gazdasági helyzet miatt ugyan nem sikerült minden tervezett fejlesztést elvégezni, de így is több átadó ünnepséget tartottak a településen. Befejeződött a piacépítésünk, amelyet augusztus végén adtunk át, és novemberben tudtunk megnyitni. Ez egy nagyon fontos beruházás volt az itt élő és környéken élőknek. Aztán ez uniós pályázatból volt, kormányzati támogatásból fel tudtuk újítani a város egyik legforgalmasabb kerékpárútját, ami már nagyon régen várt erre, ami szintén nagyon fontos volt a városlakók szempontjából, illetve saját adóbevételeinkből útfelújításokat is végeztünk, valamint ami az idősebb korosztályt nagyon érzékeny érinti, és nagyon sok városlakót, az a temetőnknek az állapota. Sajnos temetőre ekkora nagyságú település nem tud pályázni, hisz a Magyar Falu programban nem szerepelünk, és egyéb forrásokból pályázati forrás nem volt a temetőfelújítás, hogy ezt saját forrásból egy elég komoly fejlesztést csináltunk a köztemetőnkben. Nyáron az önkormányzatnak szembesülnie kellett azzal, hogy az energiaárak jelentősen megemelkednek, erre pedig reagálnia kellett a városvezetésnek. Nekünk is újra kellett gombolni a kabátot, mi is megnéztük azt, hogy melyik intézmény működésében tudunk esetlegesen spórolással vagy kiadáscsökkentéssel élni. Ezeket a lépéseket meghoztuk, és folyamatosan figyeljük a fogyasztásokat, és nézzük még a lehetőségeket, hogy mint tudunk spórolni. Ugye a kultúra, az mindenütt elsősorban a kultúrát és a sportot érték a negatív hatások. Mi a kultúra területén a műfáz működését áthelyeztük, tehát egy olyan épületbe költöztettük őket, ami egyébként is fűtve van, hisz óvoda is van abban az épületegységben. A sportcsarnokot, illetve az úszodát, ugye ez egy komplexum egy közös fogyasztási hellyel. Itt gondolkoztunk, hogy most mit csináljunk, de én úgy gondolom, hogy a sportra szükség van, a mozgásra szükség van, hisz az embereknek kis kikapcsolódás, illetve az egészséges életmódhoz ez hozzátartozik, és az úszodát és a sportcsarnokot nem zártuk be. Ott köszönjük szépen Magyarország kormányának, hogy egy 14 millió forintos támogatással hozzájárultak az úszoda rezsiköltségeihez. Nyíregyházi Vízilabda Egyesület is kijött hozzánk, amikor a nyíregyházi úszoda bezárt, úgyhogy már érezzük is a hatását, hisz a múlt hónapban az úszodánk rekord látogatottságot könyveltett el. Bár a 2023-as költségvetés fő összege még nem ismert, az biztos, hogy saját és pályázati forrásból több beruházás kezdődik el, vagy fejeződik be Újfehértón. Van egy kerékpárútfejlesztésű projekt, ami ebben az évben egy picit döcögött, hisz engedélyeket kellett beszereznünk, ami nem egy-két hónap sajnos, de ez tavasszal új erőre kap, és a kora tavasszal befejeződik, ami egy TOPOS pályázat volt, illetve van még egy olyan TOPOS pályázatunk, ami jelenleg közbeszerzési eljárás alatt van. Ez egy hűtőház és raktárcsarnok építésére kaptunk pályázatot, aminek a megvalósítását szintén szeretnénk jövő tavasszal elkezdeni, és nyár elejére be is fejezni. És ugyan nem önkormányzati beruházás, de nagyon fontos a város életében ez a futballpálya, ami épül itt kormányzati támogatásból. Itt is volt egy kis csúszás a nyár folyamán, de most ez is új lendületet kapott, és tavasszal bízom benne, hogy a nagyon sikeresen szereplő focistáink, akik igazi kuriózum szerintem, hogy 15 meccset idegenben játszottak, és első helyen állnak a megyei bajnokságban. Bízunk benne, hogy tavasszal minél hamarabb az igazi saját környezetükben tudnak majd futballozni. A polgármester elmondta, mindent megtesznek azért, hogy helyben tudjanak munkalehetőséget biztosítani az újfehértóiaknak. Az önkormányzat igyekezett hozzájárulni az ünnepi készülődéshez is, a város valamennyi, mintegy 4700 háztartásába juttatták el karácsonyi ajándékukat.